Az 1787-ben alapított Állatorvostudományi Egyetem Európa egyik legszínvonalasabb képzését nyújtja a hallgatóinak. Az Állatorvosi Egyetem a világon egyedülálló módon három nyelven, magyarul, németül és angolul oktat. A hagyományainkra rendkívül büszkék vagyunk, de büszkék vagyunk a jelenünkre és jövőnkre is. Aki ide jelentkezik, meggyőződésem, hogy a legszebb hivatást választja. A természet csodáit fogja kutatni, és az állatokat tudja gyógyítani. I came to Budapest because I've heard about this school from a student who came in my house with a vet to treat a horse. And she told me about the experience in the city, and she was really happy about it. The first day we had two real horses in the class, so it was a bit shocking, but really enjoying. A hallgatók az 5,5 éves képzésből 3 és felett klinikai gyakorlatokkal töltenek. Nincs olyan tevékenység, amely ne az aktív részvételükkel történne. Rengeteg gyakorlatra van lehetőség. Az egyik legnagyobb gyakorlat az a másodév után van, amikor a 3 hetes gyakorlaton van alkalmuk részt venni a hallgatóknak. A negyedév után még van egy egész hónapos klinikai nyári gyakorlatunk. A nagy állat klinikán azt lehet mondani, hogy durván 5-600 ló fordul meg egy évben, ami egy egyetemi akadémia klinikán vonatkozásában egy rendkívül jó szám. Ugyanakkor a kisállat klinikán ennél jóval nagyobb számokról tudok beszámolni. 30-32 ezer új bejelentkezés van a recepción. Az egyetem életében nem csak az oktatásnak és a gyógyításnak, de a kutatásnak is fontos szerepe van. Rengeteg olyan eredményünk van, kiváló eredményünk, amelyek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést értek el, sőt, kiemeltek lettek. Azok a témák, amelyeket legszívesebben vesz az egyetem és támogat, az a élelmiszerlánc biztonság területe, a haszonállatgyógyászat, járványtani, járványügyi területek, ezeket általánosan fontosnak tartjuk és támogatjuk is a hallgatókat. A sok különféle nációnak hála az állatorvosi az egyik legszínesebb kampusz. Az itt szerzett diplomának valódi értéke van. First, I think it's scary a bit. I mean, for me it was because my English was not good and you far from your country, from your family. But after a few weeks, you meet new people and you started to be familiar with your classmates. And the school make a lot of events to bring everybody together and we start to learn people and it's really, really nice. I mean, we will never forget that. Én úgy gondolom, hogy ennek a képzésnek ez is egy nagyon nagy előnye, hogy nekem gyakorlatilag nem kell félnem attól, hogy lesz-e munkám, mert az innen kikerülő hallgatóknak a nagy része mindenképpen el tud helyezkedni, akár Magyarországon, akár külföldön. Én személy szerint azért lettem állatorvos, hogy lovakat fogok gyógyítani. A sors persze más csozott, oktatni kezdtem még pedig anatómiát, úgyhogy lovak gyógyítása helyett lovakat boncolok. Állatorvostudományi Egyetem. Világszínvonalú képzés, biztos karrier, életre szóló élmények.